Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Spy Tutorial, kértétek, megcsináltam, éljen a könnyű pályától, egészen a nehezekig fogunk menni, belevéve Uranust is. Egyetlen egy Spy pálya fog kimaradni, és az a Hold. Nem volt motiváció, nem volt, nincs semmi a Holdon, amiért igazán el kellene oda menni, ezért az kimarad, sajnálom, azt nektek kell megfejteni. Jöjjenek a Spy pályák könnyűtől, nehézik, javaslom, nagyon figyeljetek a videót, itt nincs semmi nagyon extra, megmutatok kisebb, trükkösebb utakat, egyszerűbb megoldásokat, és közben elmagyarázom, hogy inkább fejben mire kell gondolni, hogyan legyünk ott fejben, hogy egyszerűen túljussunk a spájon, mert az egész tényleg csak egy kis ügyességen múlik, és egy kis koncentráció, hogy ott vagyunk-e fejben, észrevesszük-e a dolgokat. Nem biztos, hogy végigbeszélem az egész videót, inkább hagyom, hogy nézzétek a pályákat, megpróbálom ledarálni gyorsan azokat az információkat, amire figyelni kell. Milyen frame-et viszünk Spy-ra? Az egyszerűség kedvéért Lokit vagy Ivarát, de Ivarát Augment moddal kell vinni, mert át tud sétálni a lézereken. Én a Lokit preferálom, mert gyors. Milyen fegyvereket viszünk Spy-ra? Bármit, ami csendes. Igazából, tehát mindegy. Csendes legyen, az kész. Ezt viszik Spy-ra, hogy Loki esetében is egy íjat viszek. Tök mindegy. Fegyver legyen, ha szükség van rá, legyen ölni. Mit viszünk még Spy-ra? Viszünk Cyphert, vagyis Chippert, azt a csippelő izét, hogyha vész állna elő, ha beindul a riasztás, bármi, akkor gyakorlatilag meg tudjuk fejteni gyorsan a dolgokat. Kinek melyik Spy-a gyengéje? Van akinek a korpusz, van akinek a Grinir a gyengéje. Azt abban egyetértünk, azt hiszem, hogy a Grinir spályok, azok inkább reflex alapúak, a megfejtésről beszélek most, amikor ugye space-el ott ütögetni kell, mint a hülye, azok inkább reflex alapúak, hogy épp időben le tud-e nyomni a spályt, viszont a gombot. Viszont a korpusz spy megfejtőkéje az inkább egy logika alapú, ugye, mondhatni azt, gyorsaság és logika alapú, viszont a logika annyira egyszerű, hogy el se hiszitek, tehát majd a későbbi videó részletekben figyelni fogjátok, akkor látni fogjátok, hogy azt csinálom, hogy mindig a külső ívből kezdem a megfejtést, tehát korpusz megfejtőknél mindig a külső ívből kezded a megfejtést. Szóval kívülről elindulsz, külső részeket összekapcsolod, és a legvégén a közepét csak beforgatod a helyére, és voilà, c'est fini. Ennyi, tehát nem nagy kunst a korpusz, egy bizonyos szempontból még egyszerűbb is, mint a Green Ear, mert nem reflexre alapos, csak arra, hogy külső részben összekapcsolod, amit össze kell kapcsolni, és a belső részben összekapcsolod, amit ezt belső részt elforgatod abba az irányba, szükséges, és kész, meg van fejtve a dolog. A videónak a célja inkább az, ugye, hogy lássátok, hogy milyen pályák vannak, és minek mi a megfejtés, és figyeljétek, ha esetleg a különleges utakat mutatok, hogy javaslok, hogy menjetek arra, vagy inkább ne javaslok, hogy menjetek arra, mert azok az egyszerű utak sokszor a spályokon a nehezebb utak. Szóval érdemes néha egyenesen neki menni az útnak, mert hogy az az egyszerű, vagy érdemes néha megkerülni az egészet, attól függ, mint például ennél a pályánál is, hogy van egy apró trükkje, hogy hogyan lehet gyorsan megcsinálni. Mindegyik pályának van ilyen, csak nem mindegyik megfelelően könnyű például. Itt is ki mit szeret például ennél a résznél. Van, aki ezt, van, aki azt. Én teleportálni szeretek Lokival, because why not? Ivarával csak le lehetne ugrani például. Na, ennyi lenne. Továbbiakban hagyom, hogy nézzétek a videót, szokjátok a pályákat, átlássátok, és ja, ennyi. Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!
Let's get going.